megnéztem, megyek egyet, megpróbálok sétálni, bár nem tudom, hogy az idő engedni fogja. Jó kis rocsók vannak itt. Megyek egyet, bár nagyon úgy fest a dolog, hogy bármikor eshet az eső. Na nem baj. Azért én csak megyek. Nézem, erre mi újság van. Egyébként itt vagyok ennek a háznak a tövénél. Ez a Marienheim. Marienheim. Arra voltunk tegnap. Lehet, hogy még arról föl lehet menni. Itt van egy gyalogút. Igen, ennek az épületnek az aljánál vagyok. Hát itt van egy gyalogút, de nem tudom, hogy ez hova vezet. Megnézem. Hát így néz ki a gyalogút. Innen most vissza tudunk nézni. Ott van az az autó, ami mellett eljöttem. És erre ez megy fölfelé. Szép kis erdős rész. Túrázunk egy kicsit. Időnkbe belefér. Vasárnapon. Ráérek. Hopp, egy mókus a fán. Nem tudom, látszik-e. Itt van ilyen kis aranyos. Jó papa. El is ment. Megnézzük, hova vezet ez az ösvény. És talán innen föntről is fogjuk látni majd akkor a vízesést. Vannak ilyen padok, le lehet akár ülni, nyugodtan el lehet lenni, és hát gyönyörködni a tájban. Már ami így látszik a fáktól, mert ott csobog lenn a folyó. Mennek az autók, mi pedig még megyünk, hát ha szerencsém van, akkor éppen fölfelé fog vezetni ez az út. Na itt lehet így jól kilátni, amikor egy kicsit ritkásabbak a fák. Menjünk szépen fölfelé. Hát lehet, hogy ez egy házhoz vezet, aztán mehetek is vissza. Meglátjuk. Mert ott elől már kiérünk az erdőből. Ha csak nem megy arra fölfelé még tovább egy gyalogút. Megnézzük. Na, jöttünk onnan lentről.
Gyönyörű a panoráma. Értünk a főútra. Hát itt vagyok épp a hétvégén. Szerintem legalább tudok menni valami kis erdős részhez. Jöttem a hegyen. Ez is jó ám, ez a kis kápolna. Itt kell venni be le mellette, és akkor vissza tudok érni az autóhoz. Remélem abban az esőfelhőben nem sok minden lesz. Eléggé jön erre felé. Pont onnan fúj a szél. Egy gyönyörűen rálátni itt a völgyre. Nagyon szép. Fölfelé indulok el. Arra, magas hegycsúcsok felé. Gyönyörű helyen van. Megyek, aztán majd meglátom, hogy mi lesz akkor. Hát itt ketté vált az út. Megyek erre fölfelé. Hát, ha lesz valami kis látnivaló, látványosság. De jó elős kaputatón kell fölmenni. Remélem innen lesz majd valami gyönyörű tájkilátás. Meglátjuk. Az a helyzet, hogy följutottam ide a tetejére ennek az utcának, de hát itt belecsatlakozik már a főútba, és itt már vége is van Spittának. Úgyhogy elindulok szépen vissza, annál is inkább, mert eléggé csúnya felhők közelednek. Úgyhogy megyek vissza, hát nem nagy túra volt, megpróbálok ugyanarra visszamenni, hanem hogy megpróbálok, arra fogok visszamenni. Szép helyeken vannak itt fölházak. Ez itt a magas utca. Kökenstrasse. Szép helyek vannak. Errefelé is. Megnézem én arra visszafelé még. Elsétárok arra. A bajnak nem lesz baj. Remélem nem esik, szakad az ég az nyakamba. Megyek, aztán majd ott lenne az aljába. Megint csak jövök, mert nagyon borúdozik az ég. Ugye itt a felhők levonzák, de gyönyörű a táj még így is a fel. Látni gyönyörűen a hegyeket. Meg hát ott meg a város, az már a Spittál. Visszaértem ide a kereszteződéshez. Innen csoda szép a látvány. És hát itt megy a főút, hogyha egyenesen mentem volna tovább, akkor oda jutok, ahova én most jutottam innen erről az útról.
Tehát az is oda megy, csak az a főút. Na mindegy, akkor most elmegyek arra lefelé. Ott szépen visszamegyek. Megnézem, hogy arra mi újság. Visszaértünk a kis kápolnához. És akkor most elindulok arra lefelé. Hát innen azért pazar a táj, szó se róla. Ugye, amit följöttem itt az előbb a kis hegyi úton, vagy hát ez a kis erdős úton, most itt a betonúton megyek lefelé. Na, meglátjuk, hogy mi lesz. Hát azért, ahogy megyünk lefelé, ilyen szép rálátás nyílik ám a városra. Másik oldalon azért elég komoly felhők vannak, nem nagyon szeretnék megázni. És itt meg ide hallom már a folyónak a zuhogását, víznek a csobogását. Na, megyek tovább lefelé, aztán majd meglátjuk, hova jutunk. Na, itt jártunk tegnap. Jól mondtam, itt ahol a daruk vannak, ott lesz majd a rakásunk. De majd csak holnap megyek be a belvárosba. Körülnézek egy picinkát. Azt írják, erre van centrum. Hogy ez a belvárosi rész, de hát ugye itt voltunk, a nagy épület mögött lesz majd a lerakásom, oda kell majd valahogyan behatolni. Menjek tovább a belvárosi részre. Eléggé kihalt a város. Na, ott fogok volna bemenni, aztán egyből félreállni. Itt lesz a lerakásom holnap. Jó kis város nézőtúra. Hát a felhők nagyon gyűlnek, meg a motorosok is. Még az is lehet, hogy holnap erre fogok kimenni. Úgy nézem, hogy a 100-as út az erre van fillak. Na, milyen szép kis épület. És a park? Á, gyönyörű, jó helyen vagyok. Lámpa is enged. Ez majd a belvárosi rész lesz, mert nagyon gyűlnek az emberek, egyre többen vannak. Hát itt van egy szép kis park. Arra már kifelé megy az ember. Elmegyünk arra, még arra körbenézünk. Aztán szerintem elindulok visszafelé. Elég volt a városnézésből. Ezt itt még megmutatom, mert ez valami csodaszép az a bejárat. Gyönyörű. Itt pedig van egy szentjobb. Egy kardot tartó szentjobb. Nem tudom németül, ez van ráírva.
az épület maga. Köszönöm, mit volt. Jó, ezt nem tudjuk mi. Menjünk arra szépen tovább. Ó, hát itt csodák vannak ilyen kis utcákban még. Megnézem én ezt a várat, hát ha. Hoppá, hoppá. Legalábbis körbe megyek. Hát itt mindenhol ilyen kis utcák vannak. Na, itt megyek vissza. Hangulatos kis rész. Itt most elmegyünk jobbra. Itt kérem, van egy üveggyár. És kiérünk egy csodaszép templomhoz. Oda szép. Szép nagy hajó. Majd felmegyek. Ott pedig majd lejövök, mert itt van egy kis templomnak a hátuljánál egy ilyen kis, hát nem is tudom minek mondjam én ezt, de mind a két oldalról szépen le lehet menni. Nagyon szép kis ilyen emlékműszerű megemlékezése. Első, második világháború. Nagyon gyűlnek onnan a felhők, úgyhogy valószínűleg megyek. Immáron innen vissza. És elég volt a túrából. Jó, sétáltam, kimozdultam egy picit. Hát amikor van az embernek lehetősége, akkor ilyen helyekre azért eljut. Szép helyek vannak, szó se róla. Rendezett kis osztrák település.
pedig minden Schmidtáról szól. Na, megyek szépen vissza. És ha már így itt vagyok, akkor szerintem az alsó úton fogok menni. Fősőn nem volt annyi látványosság. Másikon pedig ott lesz majd a folyó. Hát lehet menni az építkezéshez. Na, itt fogok holnap lerakni. Úgy gondoltam, hogy ide jövök 7 órára. Ha netán kezdenek, akkor visszamegyek az autóért, aztán ide jövök még 8 óra előtt. Ha nem kezdenek, akkor meg sétálok egyet, de hát az is majd időjárás függő. Mert ha esni fog az eső, akkor nem jövök ide csak 8-ra. Még az is lehet, hogy be tudok kanyarodni majd ide. Ezt legfeljebb fölállok a járdára egy picikét. Ide mondjuk. És akkor, ha kell, akkor hátra tolok. Nem hiszem, hogy oda be kéne, hogy álljak. De hátra tolok, és akkor itt fognak majd leszedni valószínűleg. De majd megmondja. Elindulok szépen vissza. Ezek a felhők ott nagyon csúnyán néznek ki. Úgyhogy tipli visszafelé. Itt vagyunk megint a szép háznál. Megyünk vissza a folyó felé. Na, ide értem megint a lejáróhoz. Megyek szépen lefelé, és most már azért húzom a csíkot, mert nagyon-nagyon borul.
persze számomra ez nem meglepő, ugye felhőkbe hozzák felhőket. Hát nem is tudom, de azt hiszem, hogy ha itt megyek, akkor is ugyanoda jutok, mint hogyha ott megyek. Úgyhogy most megyünk itt lenni, és itt megnézzük a vizet. Igen, gyakorlatilag ugyanoda jutok. Itt van a folyó. Nagyon szép. Tiszta. Érdekes dolog ám, mert ott ugye a háttérben már lejjebb van a folyó, itt van még ugye feldúzzasztva. Itt egy kicsit megnyitották a zsilipet, úgyhogy itt most ezen a részen is tud folyni a víz. Itt fönn a felső részen tud tovább menni valamennyi víztömeg. És akkor utána itt pedig, ugye ahogy jön a víz, itt meg már megy szépen a vízesés részbe és megy le az alsó részbe. Itt van megint csak. Itt egy kicsit nyitva van a zsilip, és így a felső részbe is el tud folyni a víz. És aztán ott pedig folyik lefelé gyönyörűen. Menjek, aztán fölmegyek még egyszer a hídra, megnézzük ma is. Nagyon tetszik, hogy nem egy vonalba viszik le, hanem itt meg van törve egy kicsit. Csodaszép így a víz, főleg ott az a rész, ahogy folyik le, és aztán megy arra tovább. Gyönyörű, nagyon szép a víz. Aztán majd arra megyünk tovább, és akkor most megint itt a hídon itt vagyunk. Hát ezt megcsodáljuk megint, ezt a vízesést, itt ez nagyon szép. Ott megy fönn az út. Itt pedig látszik, hogy mennyire tiszta a vize. Látni végig az aljáig. Kavicsok, kövek, simán látszik minden. Gyönyörű. Nagyon szép. Innen jön, megyünk arra vissza. Hát most az úton fogok megint menni, amit azért sajnálok, de se baj. Itt most fölmegyek az úthoz,
irány vissza az autó felé. Nekivágok itt az útnak. Most nem fogom szolgatni. Itt van még utoljára. És aztán Svittalande, Drau vége. Hát nagyon nem bántam meg, hogy eljöttem idáig, és nem maradtam egy A10 melletti parkolóba. Mert akkor ezt a gyönyört kihagytam volna. Tehát süt a nap a vízbe, végig le lehet látni a fenekére. Gyönyörű a látvány. Egy kis köves rész. Egy gyönyörű. Nem sokára visszaérünk, ahol fölmentem az erdős úton, a felső részre. És aztán érünk vissza az autóhoz. A felhők igencsak tornyosulnak itt fölöttünk. Itt az út gyakorlatilag. Ott mentem föl. Nem sokára érkezünk vissza az autóhoz. Érkezünk vissza az autóhoz. Jó kis túra volt. Megjöttünk. Remélem tetszett. Tartsatok velem továbbra is.